Sziasztok, én Sebő Tamás vagyok, a Szegedi Tudományegyetem karrierirodájának munkatársa. A pályaválasztásról szeretnék beszélni. Az egyik fontos rész vagy fejezet, amit említettekből az önismeret. Ki vagyok én? Kérdezd meg magadtól, hogy mi az, ami téged szenvedélyesen érdekel. Van-e hobbid, vagy olyan délutáni tevékenységed, amit nagyon szívesen csinálsz, amire időt szánsz, amiben bele tudsz feledkezni? Az iskolapadból nézve a világ besorolható tantárgyi keretekbe. Vannak reáltárgyak, és vannak humántárgyak. Van matematika, fizika, kémia, biológia. Vannak humántárgyak, mint magyar nyelv és irodalom, történelem. Mindegyikből lehet valamilyen tudásod és képességed. Viszont a világ ennél sokkal komplexebb. Ha válasz egy munkát, sokkal összetettebb feladatoknak kell megfelelned, mint egy-egy tantárgyi feladat azt sejtetni engedi. Bármilyen munkát is válasz, biztos, hogy alkalmaznod kell olyan képességeket, amiket mondjuk reáltárgyakból tanulsz meg. Ilyen lehet az elemző gondolkodás, a szabályok alkalmazása és a logika. A másik oldalról olyanokat, melyeket inkább a humántárgyakból tanulsz meg. Ilyen lehet szövegértés, a fogalmazás, a kritikai és esztétikai érzék. Aztán természetesen az adott választott foglalkozás tükrében ezek aránya változhat. Fiatal munkavállalóként vagy egyetemistaként később egyre fontosabbá fognak válni azok a képességek, amiket nem a tantárgyakból tanulsz meg. Angolul ezt úgy hívják, hogy soft skill-ek. Az ilyen képességek, mint a kitartás, kreativitás, önkontroll, szóbeli és írásbeli kommunikáció, az önismeret maga, vagy akár a konfliktuskezelés. A munka világában ezeket a képességeket és a tárgyi tudásodat kell majd alkalmaznod változatos feladatokban nap mint nap. Ezért aztán fontos, hogy legyél képben a saját képességeiddel. Vedd sorra, hogy mi az, amit csinálsz, és mi az, ami pozitívum, erősség lehet. Lehet ez egy rendszeres délutáni elfoglaltság, akár sporttevékenység, vagy bármilyen szakkör, de akár videójáték is, vagy netán főzés, vagy gyermekfelügyelet. Bármi, amit rendszeresen csinálsz és feladatod. Ez egy teljes virtuális univerzum. Például, ha gamer vagy és játszol, akkor milyen játékokkal játszol a legszívesebben? Az akciójátékok általában valamilyen nagyon jó szemkéz koordinációt igényelnek és reakcióidőt. A stratégiai játékokban inkább a tervezés és a szabályrendszer átlátása szükséges ahhoz, hogy az ember győzedelmeskedjen. A szimulátoros játékok esetében szinte megtanulsz egy eszközt, egy gépet használni, legyen az vonat vagy repülő, észrevétlenül elsajátítod a tárgyi világ működését. A szerepjátékok kapcsán megismersz egy világot, egy kultúrát, egy külön felépített rendszert, amiben helyt tudsz állni és érvényesülni tud. Ezeken felül bármilyen játék multiplayer módban az együttműködést, a kooperációt segítheti. Tehát nagyon sokat lehet belőle tanulni. A real part of MMOs is the social side of the game. Lehetnek egyéb olyan képességeid is, melyekre az iskolai teljesítmény nem világít rá. Lehet, hogy nagyon jó szervező vagy, és össze tud hozni egy bulit, egy kirándulást, vagy lehet, hogy nagyon nagy türelmed van az aprólékos munkához. Például szeretsz modellezni, vagy valamilyen makettet építeni. De az is lehet, hogy a gyerekekkel való bánásmódban vagy ügyes. Fontos megjegyezni, hogy nem minden képességed van kész. Lehet, hogy valamit még fejlesztened kell. 18 évesen az ember még nincs kész. Sokszor írják az interneten mostanában, hogy a 24 az új 18, mert mint a 24 éves kor az, amikor az ember megérik és valós, felelős döntéseket vállal, és megismeri egyáltalán önmagát. Végezz egy gondolatkísérletet azzal kapcsolatban, hogy milyen pályát szeretnél választani, hogyan éreznéd magad jól a munkában. Mondok kérdéseket. Kikkel szeretnél dolgozni? Mondjuk egy csapatinformatikussal egy irodában, vagy gyerekek között, vagy orvosokkal és betegekkel egy kórházi környezetben, vagy valamilyen kutatói munkában. Van-e olyan munkakörnyezet, amit preferálsz? Például te mindenképp a természetbe szeretnél dolgozni,
Vagy el tudod képzelni magad egy irodában, asztal előtt ülve, számítógéppel dolgozva. Esetleg szeretnél egy laborban technikai eszközökkel dolgozni. Másik lehetőség, hogy valamilyen gépet szeretnél irányítani, mondjuk vezetni. Egy következő szempont, hogy csapatban vagy egyedül szeretsz dolgozni. Vagy elég jó csapatjátékos, van-e türelmed a többiekhez, vagy azt szereted, hogyha megkapod a feladatot, és azért csak egyedül te vagy a felelős. Hogy honnan szerez ezzel kapcsolatban információkat, egy fontos kérdés. Kaphatsz visszajelzéseket a számodra fontos személyektől, akit ismernek téged. Családodtól, szüleidtől, rokonaidtól, a tesóktól. Kaphatsz visszajelzéseket tanáraidtól, edzőidtől, akik tanítanak és nevelnek téged. Kaphatsz visszajelzéseket kortársaidtól, barátaidtól, akik látják, hogy hogyan működsz, és látják, hogy miben vagy jó. Ki vagyok én? Az interneten is tájékozódhatsz önismereti kérdésekben. Nagyon sok cikk mentén, tesztek és kérdőívek kapcsán, azonban ezeknek az eredményét nem kell szentírásként kezelni, inkább olyan horoszkóp, bejósló jelleggel, gondolatébresztőként ajánlanám ezeket. Fentebbi kérdések alapvetően az önismeret témájához tartoznak, de fontos, hogy összevesd ezt a pályaismerettel. Melyik munkakör, melyik foglalkozás tartalmazza leginkább ezeket a képességeket? Ezekről fogunk beszélni a továbbiakban.